Önök a Kultúrszobát látják, köszöntöm nézőinket! Közel 40 esztendőn keresztül csendült fel ugyanaz a dallam a Kossuth Rádióban a déli harangszó után. A játék és muzsika 10 percben szignálját korosztályok ismerik fel a mai napig is. Cigány György, a műsor kitalálója, ezúttal Szekszárdon találkozott a komoly zene barátaival. Próbálnak a hangverseny előadói, akik a játék és muzsika 10 percben, aki kérdez Cigány György, a Kossuth Rádió kinyer ma című komoly zenei vetélkedőre emlékeznek. A játék és muzsika rádió vetélkedő ötletét 50 éve találta ki Cigány György, aki II. János Pál pápa látogatását és Antal József temetését is közvetítette. A Cigány György nevével egybefort vetélkedő közel 40 évig sok ezer ember zenei műveltségét csiszolta, bővítette. 38 éven keresztül játszottuk, de nem ezt a műsort a déli krónika után, és nagyon sokan hallgatták. Akkoriban különösen az első évtizedekben, ugye a Kossuth Rádió szinte egyeduralkodó volt, azt vidéken mindenütt hallgatták, a autókba is, meg még olyan valakivel is beszéltem, aki aratott, és a hátán táska rádió volt, és hallgatta a műsorunkat. Úgyhogy remélem, hogy sok embernek kedvet adott ez a komoly zenéhez, és nem azt gondolom, hogy ebben a zenei műveltség nagyon sokat szaporodott, de a kíváncsiságot felélesztettük, és megpróbáltuk az embereket arról valamilyen módon élménnyel tájékoztatni, hogy a komoly zene az örömet tud szerezni, és az érdemes hallgatni és szeretni. A vetélkedő rövid idő alatt népszerű lett, az asztóri előtt komoly tömeg gyűlt össze, hogy részt vehessen a játékban, vagy egyszerűen meghallgassa az élőben, a szálló haljából jelentkező műsort. A vállalkozó szellemű játékos jelöltek közül egyszerű sorsolással döntötték el, ki teheti próbára a tudását. Ruhatárbilétákat osztogattak nekik, majd általában egy kisgyerek kisorsolta az aznapi szerencsést. Nem volt szükség előzetes tudáspróbára, személyi igazolványra, csak jelenlétre. Mi egyszerűen rádióműsort akartunk, a sok száz rádióműsorom közt ez talán a legnépszerűbb lett, mert nagyon sokáig tartott, 38 évig, ugye, és most éppen azt, hát ha úgy tetszik, ünnepeljük, hogy 50 éve kezdhettem ezt el, 1969. március 3-án. Könnyű volt átvinni a rádiónak akkor ezt az ötletét? Hát egy darabig gondolkoztak rajta, mert úgy érezték, hogy jobb lenne a hetente egyszer volna egy órában, nem értették, hogy miért ez a rövid műsor. Én még épp azt akartam, hogy egy ilyen híradó után, szinte ez is híradó legyen, híradás arról, hogy van Mozart, van Beethoven, van Bartók, és ezeket érdemes szeretni. Volt visszatérő vendég? Nagyon sok visszatérő vendég is volt, és mindig voltak újak. Egy nagyon nagy társaság játszott, volt köztük orvosprofesszor, pap, volt tanár, és volt fodrásznő, és volt mozdonyvezető. Tehát azt mondtam, hogy elég demokratikus játék volt, mert nagyon sokan szerették, és sokan is tudtak játszani. De hát a lényeg nem az volt, hogy kik játszanak, azonnal nagyon örültük, és becsültük őket. A lényeg az volt, hogy kik hallgatják, és azoknak készítettük a műsort, akik otthon ülnek, vagy a rádióba hallgatják, a kocsiba, és azt gondolják, hogy milyen szép ez, mi is lehet ez a zene, és valahogy kicsit ismerős, akkor ők is szinte magukban játszanak velünk, ezeknek a kedvéért volt a műsor. A mindig energikus műsorvezető beismerte, még mindig csinálná a vetélkedőt. Ez be is mutatta a szekszárdi játék és hangversenyen. Nem szólítunk fel, hogy válaszolják, csak az válaszol, akinek kedve van, neki a hármi, de lesz olyan kérdés, amit talán sokan tudnak. A zenés vetélkedő sorozatot nagyitól a gyerekig az egész család figyelemmel kísérte, akár értett a komoly zenéhez, akár nem. Talán nem is volt olyan rádióhallgató az országban, aki ne fújta volna kívülről a műsor szignálját. Ki nyer ma játék és muzsika 10 percben, aki kérdez, Cigány György. Ezért is volt megszűnése valódi tördöfés a retro rádiózás kedvelőinek. Hiánya az
Nem tudom, hogy van-e, sok műsor van. Most is a Bartók Rádióban egész nap játszanak, lehet rengeteg zenét hallgatni. Én nem tudom, hogy van-e hiánya. Nekem hiányzik, és szívesen csinálnám még mindig, pedig hát 88. életében betöltöttem. Ez inkább csak egy emlékezés, egy nosztalgia. Bizonyos helyeken, például az Óbudai Társaskörben, Pesten vagy Budán, vagy a Marcibányi téri művelődési házban, és most itt Szekszárdon örömünkre. Hát a játéknak van egy ilyen változata, hogy nem rádióban játszunk, hanem egy hangverseny keretében a közönséggel beszélgetve. Kérdéseket adok fel, tűnődünk együtt azon, hogy mit lehet tudni erről a zenéről, mit lehet gondolni a szerzőről, és ez elszórakoztatja az embereket, és talán az élményt is növeli, mert többet tudnak arról a szerzőről, arról a műről, mint ha csak beülnének a hangversenyre. A 88. életévét betöltő Cigány György megőrizte szellemi frissességét. Elmondása alapján még most is részt vesz hangversenyeken, irodalmi esteken, ahol a jelenlévőkkel jókat játszanak. Valamint 2017-ben jelent meg 36. szép irodalmi kötete, hiszen folyamatosan ír, alkot, és jó egészségi állapotának köszönhetően kedvenc időtöltéséről, az autóvezetésről sem kellett még lemondania. Lár András nagy mulattató, a Lárpúr Lár Társulat és a KFT együttes alapító és jelenlegi tagja. Több mint 30 évvel ezelőtt az Afrika című dala hozta meg számukra a sikert, az ismeretséget. A költő, zeneszerző, buddhista pap önálló előadással várta az érdeklődőket Pakson, a Csengei Dénes Kulturális Központban. A humoristának Hogyan ne dögöljünk meg című előadása során jó ötletei voltak ebben a témában. Mennyiféle csövet kell egymáshoz szerkeszteni, és mikor mondjuk a csövekről, amikor ezek így össze vannak már így csavarozva, hogy na jó, ez egy szék. Tehát amíg csak ezt a csövet nézem, akkor ez mihet egy cső. Hajlított cső. Tehát nem történik meg az átcsapás. Bele csavarok egy csavart, attól már szék lesz? Nem. Tehát nem a csavar csinálja. És ez meg egy műbőr, gyerekek, tehát veszek az izébe boltba műbőrt. Hol szék ez? Lár András önálló estjén életvédelmi, mentálhigiéniás, megőrülésgátló szaktanácsokkal szolgált az érdeklődőknek, a buddhizmus végtelen kincsestárából szemezgetve. A nagy mulattató évtizedek óta foglalkozik a buddhizmussal, úgy érzi, az elmélyülés kulcsa a szellemi gyakorlat. Betegek vagyunk, így lehet mondani. Ez egy beteg társadalom van, egy beteg nép, aki nagyon sok oldalról meg van szívva, le van zsigerelve és le van nyomorítva. Óriási különbséget látok, hogy például ülök egy kávéháznak az én kiülőjében, ahol a utcán mennek emberek, és jön két jól öltözött, egy férfi meg egy nő, olyan 70 év körül jól öltözött, mosolygós két ember, rögtön lehet tudni, hogy németek. Miért? Mert amikor magyar ugyanilyen idős, és ugyanilyen íz, akkor nyomorultul, meg ilyen az arca, és íz, és kullog, érted? Szóval az a helyzet, hogy a magyar embereknek az arcára rá van írva az a folyamatos stressz, amiben élnek, az a folyamatos húzzuk össze a nadrág szíjat érzés, érted? Szóval most az átlagemberről beszélek, nem a kiválasztott milliárdosokról, hanem az a sok millió, aki napról napra él, de már az apja is napról napra él, sőt már nagyapja is. De most ezekre az emberekre úgy érzem, hogy ráfér az, hogy olyan energiákat kapjanak, ami nekik jár, és az a belőlük fakadó energia, a tudatból fakadó, a jó érzésekből fakadó, a belátásból, a dolgok helyes szemléletéből fakadó plusz energia, az jár nekik, érted? Mert különben csak jön kívülről mindig a nyomás. Hát igenis jó, hogyha az ember foglalkozik végre olyan szempontból önmagával, hogy mik azok a képességek, amiket életre kéne hívnia ahhoz, hogy boldogan éljen, mert az sajnos az emberen magán múlik. Hiába vannak a körülmények, ha az ember rosszul van beállítva ő tudatilag az élethez, akkor ő boldogtalan lesz még akkor is, hogyha a körülményei jók.
Tehát nem a körülményeken állapukik, hanem az ember saját beállítódásán, de mivel ezt nem tanítják, mert mindig az van, hogy te majd külső dolgokkal megoldod a boldogságot, hogyha veszel egy jobb autót, akkor boldogabb leszel, stb. Stb. És ez mind nem igaz. Tehát kell egy olyan szemlélet, aminek a révén az ember a kezébe kapja a saját boldogságát és a saját egészségét adott esetben. Ahelyett, hogy anyáznék, ahelyett megoldom úgy a közlekedési szituációt, hogy ne legyen gond, de megyek tovább, és akkor azt nézem, hogy hoppá, már dühös vagyok, tehát akkor van nekem dühöm. Ha van dühöm, annak valahol lennie kell. Mert ha nincs dühöm, annak nem kell, hogy legyen valahol. Vagy hogyha nézem, hogy hol a dühöm, de nincs, akkor ezzel meg is van oldva. Tehát magyarul akkor nincs dühöm. Ideig azért tudtam megcsinálni ebből a típusú előadásból már több mint 20-at, mert az embereket érdekelte. És átadták, ugyanazon a helyen volt 10 előadás. Tehát ez azt jelenti, hogy az egyik közönséggel átadta a közönség többi felének, hogy gyertek, ez érdekes. Tehát úgy néz ki, hogy ez a téma érdekli az embereket, és hogy igazából mit profitál belőle valaki, az önmagán múlik. Ez a nagy érdekesség. Mert hogy ugye mi volt itt? Egy közös gyakorlás, 5 percig semmi más nem gyakoroltunk, csak azt, hogy figyeljük a lélegzetvételünket. És hogyha az ember ezt minden nap megcsinálná, akkor újra és újra bele tudna helyezkedni abba a nyugodt lelki állapotba, ami az alap. Tehát egy alapnyugalom, ami magabiztosságot ad az embernek, ha azt mindig újra és újra megtapasztalja. Akkor kiderül, hogy olyan ez, mint a tengernek a 100 méterrel mélyebben, már a tengerben már teljesen áll az egész. Az egy nagy nyugalom. És ugye a felszín hullámzik. Most az emberek ugye úgy élik együtt, ugye, akik nem gyakorolnak, hogy ez egy folyamatos zűrzavar, állandó zűrzavar, de hogyha ő ki van kötve a saját tapasztalatához, hogy igazából emögött nyugalom van, és egy békesség, akkor a nagyobb erő ez a békesség, mint az, ami kívülről ide-oda veti az embert. Tehát ezért tartom fontosnak arra rávilágítani, hogy mindenki saját maga kell, hogy ezt megoldja. És mindenkinek a kezében is van. Képesek az emberek arra, hogy a saját sorsukat a saját kezükbe vegyék. Én úgy érzem, hogy most találkoztam először igazán az itteni közönséggel, és ők nagyon-nagyon... Én úgy érzem, hogy befogadók és nyitottak voltak, és hagyták magukat például belevinni egy gyakorlásba. Tehát egy közönség, aki hajlandó 5 percen keresztül csöndbe lenni, az azt jelenti, hogy az a téma érdekli őt. Nem zizek közben, hanem bent, és tök csönd volt. 5 percig valóban csönd volt. Tehát lehet tudni, hogy tényleg az embereknek a 90%-a legalább valóban azzal foglalkozott, ami a gyakorlat. Lár András az előadás végén gyógyító zenével, mantrával ajándékozta meg a hallgatóságot. Szól énekel, isteni Mária, nagy boldog asszonyunk, fényű jó anya, országunk és népünk védelmezője, engedetlen szívünk engesztelője. Harmadik évadához érkezett a Lord of the Organs sorozat, melyben Rákász Gergely az ország egyik legnépszerűbb organistája vezeti a hallgatót egy zenei tárlat vezetése. Rákász a zene mellett kulturális karitatív akciót is indított a határon túlélő magyar településeken. Szekszárdi hangversenyére zsúfolásig megtelt a Művészetek háza. Mozgalmas évet tudhat maga mögött Rákász Gergely. 85 koncertet adott, és szülővárosában Győrben ünnepelte színpadra lépésének 25. évfordulóját. A Lord of the Organs harmadik évadát éli, és a mai napig teltházak előtt fut.
ezen a klasszikus zenei koncerten nem esznek embert. Mi több, itt talán úgy mennek majd haza, hogy szórakoztak, mint ahogy az antik világban a római gladiátor viadalokon tömegeket szórakoztatott ez a hangszer. Császárok, királyok építettek maguknak ilyen hangszert, mert annyira menő volt. A korai Hollywoodban szintén tömegeket szórakoztatott, hiszen ezekben a hatalmas mozikban a néma filmek alatt orgona szólt, és hogy mégis valahogy egy ilyen sötét sarkába került a klasszikus zenének az elmúlt évtizedekben ez egy gyönyörű hangszer, tömeget lehetett oszlatni, hogyha valaki kiejtette a száján azt, hogy orgona koncert. És szerettük volna azt már a címmel is sugallni, hogy ez a show arcát mutatja meg a hangszernek. Azt az arcát, ami méltó ezekhez a történelmi példákhoz, amiket az előbb hoztam. Ennek megfelelően a műsorválasztás, Bach mindig van, és a legnagyobbak ülnek a játszóasztal körül, hogyha úgy tetszik, idén Berlioz a Rákóczi emlékév miatt a Rákóczi indulóval, meg egyébként ő maga is évfordulós. Gustav Holst a Jupiterrel, a Bolygók szvittel, Vivaldit játszom idén, Handel tűzijáték zenéje szintén évfordulós, úgyhogy a tűzijáték zenét játszom. És hát, hogy milyen a közönség reakciója kérdésére válaszolva, nagyon hálás. És én nagyon boldog vagyok, mert évek óta beszélek arról, hogy nekünk klasszikus zenészeknek nem azt kell elvárni a kedves hallgatótól, hogy viselkedjen úgy, mint 40 évvel ezelőtt, üljön a fenekén nyugodtan másfél órát, és akkor élvezze a koncertet, de élvezze. Mert hogy ez nem fog megtörténni. Hiszen úgy jön be a hallgató, hogy az orrával még böködi a Facebookot, mielőtt megérkezett. Még az is lehet, hogy még itt az első hangok alatt még elküld egy SMS-t, hogy most már ne zavarjatok. Jó esetben. De nekik kell. Nekik kell adni valamit, akik olyan impulzus szinten pörögnek, hogy ha azt mondom, hogy én itt most másfél órát játszani fogok, és tessék szíves lenni csöndben maradni, el se jönnek. A Rákász Alapítvány a határon túli területekre is szervez koncerteket. Rákász Gergely azt mondja, ez egy kulturális, karitatív kezdeményezés, melyre első szóra sikerült társakat találni. Tudja, olyan helyeken jártunk határon túl, elsősorban Erdélyben, ahol a madár se jár. Vagy mondjuk madár éppen jár, de művészek nem nagyon mennek. És amikor vége volt a koncertemnek, szívbe markoló volt azt hallani, hogy elmondta a lelkész, elmondta a polgármester, hogy művészül ez gyönyörű volt, de most 100 évig nem lesz semmi. És hogy a legjobbak már összecsomagoltak, hogy a jók is mindjárt elmennek, és akkor marad valaki, aki már nem tudja megtartani a közösséget. De ezt úgy képzelje el, hogy ezek olyan székely falvak, ahol mondjuk lakik 500 székely ember, és abból 480 ott volt a koncerten. A maradék 20 pedig igazolta a haldoklott. De ez az erő. És én azon gondolkoztam, hogy ez borzasztó ezt hallani, hogy miért ne lehetne az, hogy én megcáfolom ezeket az embereket, és hogy lesz ott valami. Elkezdtem szervezni itthon a művészbarátaimat, hogy ha ott járnak Erdélyben, akkor vállaljanak egy-két ilyen kisebb faluban is koncertet. Hogy nézze, én tudom, hogy nem miattam fognak visszafordulni a fiatalok Londonból vagy Berlinből, hogy visszatérjenek a szülőföldjükre, de amikor azon gondolkoznak, hogy hát otthon vannak a szeretteim, otthonról indultam el, hív a szülőföld, akkor biztos föltesznek majd egy olyan kérdést is, hogy de hát otthon nincs semmi, vagy otthon van valami. És hogyha én azt tudom nekik adni, hogy otthon legyen valami, de olyan emberekkel, Bogányi Gergely állt mellénk azonnal, Boros Misi a virtuózóból, Sárik Péter jazzzongorista, Zicsi Eszter grófnő lett a fővédnökünk, de egy szóra, Tolvaj Ferenc írónk állt az alapítvány mögé. Tehát ha azt tudom mondani ezeknek az embereknek ott a távol, vagy egyébként itt is van valami, van élet, a kultúrának, a magas kultúrának megtartó ereje van. És arra gondoltam, hogy miért kellene erre várni, hogy ezt valaki más megcsinálja, majd megcsinálom én. Illetve hát van egy remek csapat mögöttem, megcsináljuk mi.
Ha egy tanulságát kell levonni ennek az elmúlt 25 évnek, akkor az a szolgálat. Hogy azt gondolom, hogy az a művész, aki azért ül a hangszerénél, azért fest, azért állít fel színdarabot, hogy ott ő maga látszik, az a művész az valamit nem ért. Mert a művész dolga véleményem szerint az, hogy emelje az embereket. Hogyha egy hajszálnyival, ha halálom után azt mondják majd ott fönt, hogy egy hajszálnyival sikerült följebb emelnem a rám bízottakat. Úgy mentek, aztán ők is a következő életbe tovább, vagy a más világra, ha úgy tetszik, úgy mentek tovább, hogy a lelkük egy kicsit szebb volt, akkor én értem valamit művészként. Hogyha mások azt mondták rám, hogy én nagy művész voltam, de igazából csak romboltam, és megbotránkoztattam az embereket, és valamiféle polgárpukkasztást végeztem, akkor lehet, hogy sokan mondják erre, hogy hát ez nagy művészet, csak igazából a szakrális, a szent veszik el ezekben az esetekben. És mondom ezt önnek minden vallási háttér nélkül, ezt csupán kulturális háttérrel mondom. A művész az az ember kell, hogy legyen a világban, aki egy icipicit igyekszik jobbá tenni. Ha egy tanulsága van ennek az elmúlt 25 évnek, akkor az ez. Remekül érzi magát a bőrében, hálás azért az ország Kovács Katijaként elhíresült értéket közvetítő popénekes hölgy, hogy van igény rá még a mai napig is országszerte. Minden fellépésére, a 2000-re is úgy készül, mintha az első lenne. Mindegy, hogy arra a Vigadóban, vagy éppen egy kis település falunapján kerül sor. A számtalan nagy slágert örökül hagyó énekes előadó művész nem tesz különbséget a kettő között. Újra hódít a könnyűzenében a retro ország szerte, így a közönség igény nagyobb rá, mint a 90-es évek elején volt, a 60-es évek Tánzdal fesztiváljon feltűnt, és a hazai popkultúrában álló csillagnak számító énekesekre. Akik gyakori meghívott vendégei a vidéki kistelepülések nagy rendezvényeinek. Egyre kevesebben vannak már, de a legnagyobbak még mindig ének és színpad képesek. Ezt a megállapítást a nagymányoki jubileumi városnapon fellépő Kovács Kati órás produkciója csak megerősítette, amelyre cseppet sem mellesleg sok fiatal is kíváncsi volt. Semmi playback vagy fél playback, amire a kortársak, a maiak sokszor igényt tartanak, vagy úgy is mondhatnánk, rászorulnak. De az énekesnőnek esze ágában sincs emiatt vagy más miatt megvetőleg szólni az új generációra. Azt mondja, a megasztárosoknak bizonyos szempontból könnyebb, de egyúttal nehezebb is betörni, mint nekik annó volt. Korábban, ha kijött valaki és egyenesbe éneket, akkor az közvetített a tévé. Ott lehetett parádézni, úgy értem, a kiválósággal, de azok, akik most indulnak, azok már olyan technikai háttérrel énekelnek, hogy ha egy hamis hangot fognak, az kijavítja a gép. Ha a szólamot kell énekelni, a gép ráénekli. Szóval ez a mi időnkben ezelőtt 50 évvel még nem volt. Tehát könnyebb is, sokkal könnyebb a mostani fiatalok helyzete, és ugyanakkor sokkal-sokkal nehezebb. Úgyhogy nem irigylem őket, mert a bemutatkozási lehetőségek szűkebbek. Szívből szurkol a mostaniaknak, kedvenceit népszerint is megemlítette, saját generációjából pedig kiemelt a fiataloknak minden szempontból példaképül szolgáló énekeseket. Mit is mondjak, az Olái Boly az ország egyik legjobb énekesnője, csodálatos stílus érzéke van, vagy a Gigi, aki mostanában nagyon sokat szerepel és külföldön is van, de ugyanakkor remekül énekelt a Wolf Kati. És a fiúk közül is azokat szeretem, akik egy kicsit emlékeztetnek arra a férfias éneklésre, amit Demjén Ferenc produkált.
vagy a Viki Dárgyúszi, ők ilyen, azt is mondhatnám, hogy neki különleges hangszínük van, és különleges stílusuk volt, igazi heavy metal rock énekesek voltak is a fiúk, de hát ez egy ösztönös vonzalom a férfi énekesek iránt, ugye, azokat találom megnyugtatónak, amelyeket férfiak énekelnek. Ez így szép és így kerek a világ, hogy a férfiak a nőkén lelkendeznek, én pedig a férfi énekesekén lelkendezem. Genetika is, hogy a hetedik X felé közeledve ennyire temperamentumos még. Életmódjával, rendszeres napi heti sportolással tesz is érte. Hangját is rendszeresen karban tartja. Édesanyám, hogy is mondjam csak, csodálatos volt még 90 éves korában, 91 éves korában is nagyon szép volt. Azt szoktam mondani, hogy sokkal szebb volt, mint én vagyok. Viszont ő nagyon jól viselte ezt a genetika, szerette a színpadot, az embereket, és olyan természetes egyszerűséggel fogalmazott mindig a tévében. Jött velem nagyon sokszor minden előadásra, amikor megtehette, és azt akartam mondani, hogy ő sokkal inkább színpadra termett, a bátyám is, a húgom is, valahogy én kerültem mégis színpadra. Azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy egy sportoló maradjon, sportolni kell. Tehát, hogy énekes énekelni akar, akkor gyakorolni kell, nem szabad hosszú szüneteket hagyni, mert akkor az ember elbizonytalanodik, fél, nincs meg az a színpadi biztonsága, de hát talán a színházakban ezt azzal kompenzálják, hogy rengeteg próba előzi meg a színdarabot, hogy mindenki flottul tudjon. Hárman vagyunk testvérek, és a bátyám mindig nagyon szerette a sportokat is, focizott is, és megmaradt bennem ez a szeretet a foci iránt, vagy a sportok iránt. Tegnap is teniszeztünk egy óra hosszát. Lesznek-e maiakból Kovács Katik, Konzsuzsák, Zalatnaik, Kordák, akikre fél évszázad múlva is majd emlékeznek? Szegeztük a kérdést Kovács Katinak, aki optimistább e tekintetbe kortársainál. Mindenféle műsort megnézek, ahol a fiatalok jelentkeznek. Vannak, akik nagyon tehetségesek, vannak, akik középszerűek, vannak, akik kiugróan tehetségesek, csak hagyni kell nekik időt adni, mert azért azt a feltűnést, amit mi annak idején keltettünk, mikor az első magyar fesztivál volt, azt azért most már nehezebb utolérni, most már tartósabban fönt kell lenni, hogy valaki megmaradjon. De ezek szövegcentrikus dalok voltak főként, amiket még annak idején írtunk. Most inkább a technika olyan óriásit fejlődött, hogy technikailag olyan szépen szólnak a dalok mindenkié, aki ezen a pályán van. A legnagyobb, a közönségtől elvárt Kovács Kati számok eléneklése mellett igyekszik az énekesnő ott élőben az éppen aktuális közönségtől kért dalokat bevenni a műsorba, és mindig valami meglepetéssel is előrukkol. Ha kihagynánk a műsorból, akkor a közönség egy része elégedetlen lenne, úgyhogy meg szoktam kérdezni, hogy mit szeretnének hallani. De az is sokszor egészen furcsa kívánságokat tudunk teljesíteni. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert nem playbackelünk, hanem élőben énekelünk. És ha más nem, akkor akapella, csak úgy zene nélkül egy-két sort eléneklünk a játék kedvéért. De mindez játék, még egyszer elmondom, hogy olyanok, mint a sportrendezvények, az ember nem rutinból dolgozik, hanem kivétel nélkül mindig, minden előadás olyan, mintha ez most lenne életünk első fellépése, vagy életünk első versenye. Nem tesz különbséget Kovács Kati a Vigadóban zajló, vagy éppen egy falunapi fellépése között. Ez a szemlélet itt, Nagymányokon is át, illetve lejött a színpadról. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!